26. októbra sme s našou kamerou zavítali do miestneho reformovaného kostola, kde sa konal krst dievčatka. Október 26-án keresztelő volt a helyi református templomban, ahová mi is ellátogattunk kameránkkal. Kedves szülők, kedves keresztülők, nagyszülők, drága rokonok, Krisztusnak nagy családja gyülekezete. A most felolvasott ígében Pál apostol beszélget szeretett tanítványával, igaz fiával a hitben, Timóteussal. Reformovaný duchovný Zsolt Buza pred prítomnými pokrstil dievčatko, ktorému rodičia a krstní rodičia dali meno Róza. A szertartást Buza Zsolt református lelkész tartotta, aki a gyülekezet előtt megkeresztelte a gyermeket, akinek szülei és keresztszülei a Róza nevet adták. Mindenek előtt ebből azt látjuk, hogy a gyermeket tanítani kell. Nevelni kell az életre, s ennek a most kibontakozó életnek, a kis Rózának is szüksége van a mi irányításunkra. Hogy birtokában legyen mind annak, amit választhat. Tanítani, nevelni kell a gyermeket. Ez a kis élet ránk van bízva. Drága szülők, keresztszülők, nagyszülők, és kedves gyülekezet! Az Úristen minket bíz meg, hogy Rózának ne csak biológiai szülei legyetek, hanem olyan édesanyja, olyan édesapa, olyan nagymama, nagyapa, szülők, keresztszülők, akikre fel tud nézni. De ez az kell, hogy vezessétek ő, mutassátok az előtte lévő utat. Gyülekezet, hitetek megvallása után, Isten és a gyülekezet előtt jelentsétek ki szándékotokat, és tegyetek fogadalmat, hogy gyermeketetek a református egyház közösségében, hídben nevelitek. Feleljetek a következő kérdésnek. Akarjátok-e, hogy gyermeket a keresztség által, az Atya, a Fiú és a Szentlélek Isten szövetségében, a keresztény Anya Szent Egyházban befogadtassék. Ha így van, válaszoljátok, akarjátok. Ígéritek-e, fogadjátok-e, hogy gyermeketeket úgy nevelitek és neveltetitek, hogyha majd felnő, a konfirmáció alkalmában ő maga önként tegyen vallást a Szent Háromság Istenbe vetett hitéről a gyülekezet előtt. Hát, és fogadja. Hozzád fordulok most Istennek népe, református keresztény gyülekezet. Ígéritek, hogy ezt a gyermeket szeretetben és imádságban hordozzátok, és a szülőknek, keresztszülőknek minden segítséget megadtok ahhoz, hogy őt hitben neveljék. Ha így van, válaszoljátok. Ígérjük és fogadjuk. Ígérjük és fogadjuk. Most pedig jöjjetek testvérek, imádkozzunk ezért a kis gyermekét. Mennyei édesatyám, hálát adunk neked a szülőkkel és a család minden tagjával együtt. A kis gyermekért, akit nekik ajándékoztál, Rózáért. Kérünk, Atyám, őrizd meg, és engedd, hogy testi-lelki épségben a te dicsőségedre felnevelkedhessék. Tedd őt Jézus Krisztus igazi követőjévé. Köszönjük, hogy megsegítetted őt az édesanyád fájdalmában, és beteljesítetted az édesapa reménységét. Segíts minket, Úrunk, hogy élő hitű, Krisztus Úrunkat igazán követő, fele barátaikat, tiszta szívből szerető gyülekezet lehessünk itt. És adorunk naponként a mi kezünkbe a te ígédet, hogy azzal tudjuk nevelni, megjobbítani,
fedni a mi gyermekünket. Segíts, hogy a mater fogadalmunkat teljesítve embertársainknak áldásul és a te dicsőségedre, a te szent neved dicsőségére éljünk. Amen. Róza, én keresztellek téged az Atyának, a Fiúnak, a Szentléleknek a nevében. Amen. A kegyelmes Isten cselekedje, hogy ez a gyermek növekedjék testben, lélekben, hitben és szeretetben, Isten és emberek előtt való kedvességben. Ti pedig szeretteim, erősedjetek meg abban a reménységben, hogy tiétek Isten ígéretei és gyermekeiteké, akit elhívott magának az Úr, ami Istenünk. Amen.